Sziasztok, ez itt a No Life, és hatalmas mérföldkőhöz érkeztük, úgyhogy elértük az 1000 feliratkozós lélekszámot. Az első 1000-es Ákos lelkes. Amit ugye elsősorban nagyon szépen köszönjük nektek. Igen, mindenkinek, aki feliratkozott, meg aki lájkolt, aki kommentet megosztott, úgyhogy tök jók vagytok. Majdnem egy másik szóval éltem, de inkább azt mondom, hogy tök jók vagytok. Igen, és reméljük, mindannyian. Reméljük, hogy majd még 6-0 múlva is fogunk tudni csinálni ilyen videót. Hát vagy jobban. Vagy jobban. Reméljük, hogy nem ilyen videót fogunk 6-0 múlva csinálni. Úgyhogy eleve ez egy ilyen újfajta dolog, hogy most kicsit más a kompozíció, meg ahogy ülünk, meg minden, meg az egész kép. Háttér meg. Most teljesen próba készültünk nekik. Bizony. Tehát megfordultunk gyakorlatilag. Hát azért beleviszik az energiát, azt nem lehet mondani, hogy a munka, a beleölt munka, ez meghozta gyümölcsét. Igen, és itt lenne az első ilyen napirendi pontunk is, ugyanis ezt mi szeretnénk továbbvinni, ezt a vlogolósdi műfajt. Azt meg nyilván kommentbe ti jelezzétek nekünk, légy szíves, hogy erre ti igényt tartatok-e, vagy rohadtul nem érdekel titeket, hogy mi miről beszélünk, anélkül, hogy játszanánk valamivel. Meg, hogy valaki kérdezte volna. De egyébként ez nem kifejezetten vlog, tehát most hívhatjuk vlognak, de amit egyébként szoktunk csinálni amúgy is, tehát hogy összeülünk és felvétel előtt után buszon dumálunk játékokról, megjelenésekről, bármilyen, ami tényleg hát így a munkánkhoz igen kapcsolódik, meg az egész gamer világhoz. Igen, mert ugye sor, mi Dáviddal eléggé figyelemmel kísérjük mindig az ilyen nagy megjelenések, meg kis megjelenések, meg mindenféle, közepes, meg közepes megjelenések körülötti híreket, és nyilván az kivált belőlünk különféle reakciókat, vagy nagyon örülünk, vagy nagyon-nagyon idegbeteg leszek egy-kettő. Főleg, ha megveszik a játékot. Főleg, hogyha megveszik a játékot, és utána jönnek a hírek, hogy ja, hát amúgy nem szóltuk, hogy ez egy ilyen pre-alpha beta, de amúgy AAA játék, na mindegy. Úgyhogy ilyenféle gondolatmenetekről beszélnénk. Lehet, hogy majd kamera előtt is véghez fogjuk vinni ezeket a kis beszélgetéseket. Hát, ha van rá igény. Hát, ha. Meg esetleg nektek is egy jó támpont, hogy mit érdemes megvenni, meg mit nem, hogyha adtok valamit is a szavunkra. Legtöbbször ne adjatok, de azért néha-néha azért szabad, én úgy érzékelem. Ez is egy nézőpont. Álljunk úgy hozzá, hogy ez is egy nézőpont, tehát hogy lehet, hogy nem kell követni, sőt. Viszont jó, ha ezt is hallja az ember, tehát hogy ilyen nézőpont is van, esetleg majd valamilyen olyan esetekben. Igen. A másik meg, hogy ha figyelemmel kíséritek a csatornát, láthattátok, hogy csináltunk ugye a Play-ről videót, a Game Night-okról videót, ez már a második volt, és ezeket szeretnénk is folytatni, mivel mi ezt viccesnek érzékeljük, meg amúgy is elmegyünk az ilyen eseményekre, mert nyilván érdekel minket, hogy mik vannak ott, még hogyha a felvételeken nem is az látszik, hogy esetleg az ottani lehetőségekkel élünk, és mondjuk kipróbálunk dolgokat. Igen, de egyébként kipróbáljuk mindig. Egyébként élünk az összes lehetőséggel, csak hát nem mindig azt rakjuk bele, mert azért kell egy olyan igen faktor is, amit mi utána, ha vágjuk, akkor szakadunk rajta, hogy Jézusom, hogy lehetek ekkora paraszt? Igen. Tehát ha van rá igény, mert szerintem lenne, mondjuk ha van rá igény, ha nincs, szerintem ezt mindenképpen csinálni fogjuk. Ez nem a kérdéses. Mert ezt mi szeretjük, ez nem a kérdéses szekciója a dolognak. Úgyhogy várhattok több ilyen live-os dolgot, és nem csak gamer rendezvényekbe gondolkozunk. Most így azon ötleteltünk Ákossal, hogy különböző fesztiválokra is elmennénk, mert ugye játszani mindenki szeret, és biztos találnánk olyan embereket, akikkel el tudnánk beszélgetni gamer dolgokról, vagy YouTube dolgokról, vagy bármiről, ami érdekelhet titeket. És biztos, hogy szórakoztató választ adnának, ha mondjuk olyan embereket találunk, akiben mondjuk már egy 6-7 sör benne van, az hozzájárulva bőven a dologhoz. Igen. Úgyhogy ez is terve van. Ez is terve van, és ezt várjátok, mert ez lesz. Ha nem várjátok, akkor is várjátok. Igen. Meg szóljatok mindenkinek, hogy hallod? Ezek a srácok, de olyat csinálnak. Itt megkérdezik, oda tartják a mikrofont. Minden. Aztán nem hallod de semmi, de ez minden. A másik tervünk, ami mondjuk lehet, hogy nektek annyira nem nagy hír, inkább csak minket foglalkoztat, hogy ugye minél szebb és igényesebb képet tudjunk összerakni nektek a művészkedésünkből, mert én ezt úgy érzem, hogy ez művészet.
Ez szerintem nem nagy képűség, nem nagy képűség ezt állítani. És még szerény is voltál. Amúgy én is éreztem, hogy kicsit, most magas kicsit tovább lehetett van, de mindegy. Baj, mindegy. Most visszafogom magam. Szeretnénk greenboxolni, nagyon, a közeljövőben. Mondjuk ez nem a következő két hétben lesz kilelve, majd megoldva, de mindenképp rajta vagyunk. Jobb kamera, azon is hihetetlenül rajta vagyunk, hogy azzal a live-os eseményeket jobban meg tudjuk dobni, ugye, hogyha kicsit belecsúszunk az éjszakába. We are wolves on the sea! Akkor ne egy hihetetlenül zajos képet kelljen néznetek. Igen, és sajnos az éjszakai felvételekhez még nem jó ez a mostani kameránk, de igen, rajta vagyunk az ügyen. Szerencsére már mikrofon sikerült újítanunk. Igen. A kis H1-es, Zoom H1-esünket. Ha a Zoomtól valaki nézi ezt a felvételt, akkor ezek a srácok itt hibátlanul imádják a Zoomnak a kitűnő termékeit. Aha! És ha már ilyen jövőbeli dolgokról van szó, akkor azt szeretnénk mindenképpen megemlíteni, hogy a végigjátszásokkal, mint olyanokkal kicsit hadilábon állunk, igen, mivel hát nehezen, ez most a magyarázkodós rész, de nehezen hozzuk össze a felvételi napokat, hogy a munka miatt meg nem egymás közelében lakunk, az is gázos, tehát sok az utazás, sok a munka, de ez nem tart minket vissza, nem arról van szó, hogy kevesebb lesz, ugyanannyi videó lesz, amiben megegyeztünk, tehát a heti három, azt mindenképpen tartani fogjuk, viszont a végjátszások nagyon sok időt örölnek fel ilyenkor. Igen, és inkább azokat... Nem is igazából a sok idő vel van a baj, hanem hogyha olyan egy játék, mint mondjuk amit például kérdeztetek, hogy mikor lesz új Lords of the Fallen, most annak a játéknak az egyetlen nagy hibája van, hogy nehéz, tehát hogyha azt mondjuk nem nap mint nap játsza az ember és nincs benne, akkor volt már olyan, hogy sajnos úgy sikerült a felvétel, hogy terveztük, hogy aznap még három játékot felveszünk, de sajnos nem fért már bele, mert 2,5 óráig egy boss fight-nál szoptunk gyakorlatilag. És ilyenekben nem akarunk belefutni, és amikor ilyen van, hogy sajnos nem is sikerülnek a tervek, akkor sajnos nem lesz annyi videó, és ezt meg kevésbé szeretnénk. Mi meg ugye változatosan próbáljuk ezt az egészet vinni, tehát hogy nem csak akkor Lord of the Fallen, ameddig bírjuk, hanem hogy van mellette másik, van mellette indie, lol, horror, bármi, és ez nagyon leragadós lesz, nagyon leragadósnak érezzük ezeket a végjátszásos dolgokat, úgyhogy lehet, hogy lesznek rövidebbek, tehát ilyen 5-6 részes, tehát hogyha rövid a játék tényleg, maga. Mint a Dead Kings DLC a Unity-nek, tehát ilyenek lehet, hogy lesznek, de inkább ezekre a bemutatókra, meg az ilyen kis rövid gameplay-ekre fogunk ráállni, és inkább jól megvágva, inkább azzal törődünk most így az elején, aztán majd ki tudja, hogy mi lesz, de most így az elején ne várjátok egyáltalán a végigjátszást. Sajnáljuk, de lehet, tudjuk, hogy van rá igény. Igen. Csak hát... Hát nem. A másik pedig a komment részek, ugyanis valószínűleg nem tudják magukról ezek az emberek, mert igyekszünk minden kommentre válaszolni, de viszont vannak olyan emberek, akik nem hagynak erre lehetőséget, ugyanis a YouTube akkontjukon ez nincsen beállítva, hogy lehessen válaszolni a kommentjeikre. Volt például ilyen kérdés, hogy most betépünk-e felvétel előtt, teljesen józanul állunk hozzá az ilyen felvételekhez. Szóval teljesen józanul állunk az egészhez, de ezeket a hibákat kiküszöbölve, tehát hogy nem tudunk válaszolni nektek, inkább állítsátok be a válasz lehetőséget, ha kérdeztek a videónk alatt, vagy akkor írjatok nekünk a kis posta fiókunkba, oda a kis leveleket dobálhatjátok be, ugyanúgy a NoLife a csatornán, és akkor majd ha ott összegyűlik, akkor esetleg arra, így egy videón keretein belül is válaszolunk. Vagy okay. Hát majd kiderül, attól függ. Attól függ. Egyáltalán van bármit kérdeznetek. Igen, mert van... ha nincs, akkor ne tegyétek fel, de azt most nem akarjuk, hogy na, akkor kérdezzetek, hogy tudjunk válaszolni. Nem kifejezetten, de tényleg, ha bármi van, vagy tényleg Ákosnak is feltettetek pár olyan kérdést, hogy miért nem működik a játék, installáltam ezt is. Ja, technikai jellegű. A postaláda pedig a nolivechatorna@gmail.com. Igen. De a leírásban benne lesz. Szóval nyugodtan és szívesen válaszolunk és szívesen segítünk. És nagyon sokan írjátok a nagy sikerű lolos videóink alá, hogy ugye játszanátok velünk, és mindig ott a kérdés, hogy EU Eastern játszunk-e, és sose írjuk ki.
mert mindig válaszba leírjuk, csak már... Lehet, hogy ez kicsit későn van, igen. Igen, tehát tizedik alkalomnál már annyira... Tehát már sokat gyere, nem megválasz. Nem nagy öröm. Főleg úgy, hogy tudjuk, hogy ti meg Isten vagytok. Sajnos nem tudunk Isten játszani, mert ott nincsen 30-as akkuntunk, meg a championok sincsenek ugye rajta. Beruházni meg egy olyan akkuntra most így pénzügyileg nem igazán megérős. Pedig viszont... szeretnénk. Viszont... viszont. Hogyha... hogy esetleg nektek van egy ilyen, és elfekvőbe, és tényleg nem havernak, vagy nem használjátok, vagy bármi, átmentetek Vesztre, vagy Brazílra, vagy Óceániára. Vagy oroszokra. Orosz, hát, azt, vagy ott, törökre. Ott tehát ha átmentek a havarok Törökországba, akkor és nem kell az ízes akkunt, akkor így egy-egy játékra, ha van rá igény, és mert úgy láttuk, hogy van, akkor megdobhattok vele szívesen, és akkor azon fogunk játszani veletek, ha szeretnétek. Úgyhogy ennyi lett volna mára ez a kis helyzetjelentős videónk, és köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok eddig ebben az ezerben, az elérésében, és tényleg még egyszer köziség, köszönjük. Aranyosság. Akinek tetszett a videó, és lájkolta, az haverunk. Aki kommentelt, vagy szeretne, az országos panunk. És aki még fel is iratkozott, az intergalaktikus cimborák. Úgyhogy tisztelet.